Szevasztok! Marcelina vagyok a fehér szaxofonnal. De most nem a szaxofonról lesz szó. Még nem vagyok 70. Van még 2 kemény évem. Szevasztok! Két jó kis videót mutattam, igaz? Hát igen, 68 éves vagyok, és nem igazán látszik rajtam, bomba jól nézek ki. Ezt nem csak én mondom. És tök jó a mosolyom. És ki gondolná, hogy ez a mosolygos, energiával teli, jópofa kis nőszemély komoly lelki problémákkal, mélyről jövő lelki problémákkal küzdik. Igazándiból már 3 éve tudom biztosan, hogy valami nem stimmel velem. Sejtések már sokkal régebben kínoznak ezzel kapcsolatban, de sem az élet, sem jó magam nem hagytam elhatalmasodni ezt az érzést. Nem tettem fel kérdéseket, mindig előre menekültem, és mindig újabb elterelő feladat hadjáratba süllyesztettem magam. Így se én, se ez az érzés nem tudott igazán felszínre törni. Többek között azért sem, mert tényleg azt hittem, hogy eddig baromi jól majsztároltam az én kis életemet, hiszen nagyon sok sikert könyvelnek el nekem a kívülállók. Szegény családból, angyalföldről, a Tripoliszból csodával határos utat jártam be, és nem csak Magyarországon, de a világ legkülönbözőbb pontjain is. Európa, Kína, Las Vegas, Dubái, Jamaica, és sorolhatnám még a zenei pályafutásom állomásait. Rengeteg sláger, CD-k, videoklippek, zenei produkciók, TV és rádió műsorok, és egy név Marcelina. És hogy mi történt most hirtelen, hogy mi változtatta meg ezt az egészet, és nem jó többé már a régi működési képletem? Hát képzeljétek el, nem a Covid. És nem is olyan hirtelen, mert hogy jó, több mint fél éve, hónapok óta kemény küzdelemben vagyok magammal. De most, hogy már látom a fényt az alagút végén, bemerem vallani, képes vagyok nektek is elmesélni, hogy válogathatok, hogy mik is az okok. Például mosolygos depresszió, ugye? Jó kis mosolyom van. Vagy pánikbetegség, vagy a feltörő csontvázak a múltból? Hát, ezek csak a igazándiból a végeredményei a szimptomáknak, mármint, hogy úgy tettem, mintha minden rendben lenne, és kifelé mosolyogtam, mint egy bolond gomba, de belülről gyilkos félelem, bizonytalanság, ijesztő kételje, kilátástalanság, reménytelenség, cselekvésképtelenség blokkolt. De úgy jó brutálisan a hétköznapi életemben. Az igazi kiváltó okok és miértek máshol egész mélyen rejlenek egyébként. Történt néhány olyan dolog, ami olyasmi, mintha egy óriási cunami vagy vihar végig söpört volna az életem színterén, és elsöpört egy rettenetes nagy mennyiségű földtömeget, és a csontvázak kilógnak, és ezek úgy hatnak rám, mint az időzített bombák. Ezekről a múltból előkerült csontvázakról senki nem tudhatott, csak én, vagy csak nagyon kevesen sejtették, hogy valami gáz van. Először is az óriási küzdelem, a végsőnek hitt szerelemmel, és annak a mellékhatásai már eleve elindítottak egy új úton. Másodszor szembe találkoztam egy olyan könyvvel, ami az én életem egy parányi, de mégis sorsdöntő részét elevenítette fel. Zsoldos Gábor Különös éjszaka volt című könyve ébresztett egy számomra döbbenetes dologra. Az életem tele van
tabu témákkal, amiket soha nem tisztáztam, nem dolgoztam fel, nem beszéltem meg azokkal, akikkel együtt ezek a történések történtek. És most ezek az időzített bombák egymás után robbannak. Elolvastam a könyvet, és az első időzített bomba úgy robbant, hogy döbbenten realizáltam, hogy a könyvben a történetemnek már csak az olvasásától is ugyanaz az intenzív, fájdalmas érzés kerített hatalmába, mint amit 1985-ben megéltem, és akkor azonnal el is ástam, mintha meg se történt volna. Úristen, rohadtul megijedtem, mert most hirtelen az az érzésem, hogy az egész életemet elcsesztem, hiszen tele vagyok olyan történettel, amiknek már csak a gondolatától is a rosszul lét kerülget. Tulajdonképpen véletlenül kaptam ezt a könyvet elolvasásra, egy hűséges Marcellina rajongótól, Kleinheinz Ágitól, és ezt a Dolly-ról dobosa, Zsoltos Gábor írta, aminek soraiból árad a szülei iránti elismerés, maximális tisztelet, rajongással teli szeretet, emléket állítva ezzel Zsoldos Imre a kor legnépszerűbb és egyik legjobb trombitásának, valamint feleségének, Sárosi Katalinnak, a népszerű énekesnőnek. Szerintem egy kezemen meg tudom számolni, hogy ki emlékszik arra, vagy ki tud arról, hogy Zsoldos Imre halála baromi szorosan összefügg a Marcellina PET megszűnésével. Én nagyon is emlékszem. 1985 tavaszától az Ori Országos Rendezőiroda központi turnéján, mint vadi új slágerekkel berobbant erőteljes crossover zenekar a Marcellina PET-vel. Vehettünk részt és zenélhettünk Zsoldos Imrével és Sárosi Katalinnal is. Ezen a turnén egyik alkalommal történt az a bizonyos végzetes autóbaleset, amelyiken nem egyedül Zsoldos Imre vesztette életét, hanem a Marcellina PET basszusgitárosa, Temesvári Pepó is. Ebben a könyvben nyilatkozik több más ismert előadóval együtt a PET-nek a gitárosa, Marshall Kozoli, aki elmeséli, hogy milyen csodával, isteni csodával határos módon menekült ő meg ebből a tragikus balesetből, és leírja, hogy a baleset után én értementem, és hazavittem. És amikor ezt olvastam a könyvben, akkor szinte minden felelevenedett abból a végzetes és sorsdöntő estéből. Ugye akkor nem úgy volt, mint ma, hogy van a okostelefon, meg minden létező eszköz, hogy egymást értesítsük, bármi is történik a nap folyamán. De akkor még a falvakban utcai telefonról próbált az ember telefonálni, és ha sikerült, akkor boldog volt. Tehát a kommunikációs eszközök olyan gyerekcipőbe jártak, hogy igazándiból csodával határos módon tudtuk meg mi a fellépés helyszínén, hogy miért nem érkeztek meg Pepóék, illetve Zsoldos Imrék a koncertre. És egy katonai adóvevős eszközzel sikerült minket értesíteni, hogy a szegedi kórházban. És ez már csak a koncert után, mert ugye ez is tipikus a művészeknek az életének egy evidens ügye, hogy bármi történik is, hogyha van egy koncerted, ahol ott van a közönség, akkor teljesen mindegy, hogy mi van a háttérben. El kell felejteni, végig kell csinálni a koncertet, mindegy, hogy megszakad a szíved, vagy bármi problémád van. Csak az a fontos, hogy a közönség és a színpad között kialakul valami olyan energia, amit neked át kell adni, és amit át kell vegyél. Ez az értelme az egésznek. Energia, ajándékozás és energia átvétel, amitől mind a két fél gazdagodik. Tehát a Pepóék nélkül végig csináltuk ezt a koncertet, a teltház volt, az összes többi fellépő is
összeszedtük magunkat, és nélkülük valahogy létrehoztuk a sikerkoncertet. És igen, a koncert után megtudtuk, hogy valami óriási baj van, és én akkor azonnal az autómba ültem, és rohantam le Szegedre, ahol már csak a Marsalkó Zolival tudtam beszélni, a PET gitárosával, mert Pepo már nem élt. És akkor én hazavittem a Zolit, és én rám hárult az a nyomasztó feladat, amit akkor nem is igazán értettem, hogy mit csinálok, de nekem kellett ezt a hírt eljuttatni a Pepo feleségéhez. Ugye meséltem a kommunikációs problémákról, és akkor, amikor kiraktam Zolit Budapesten, mentem tovább, és hajnalok hajnalán bekopogtattam, és átadtam ezt a rettenetes hírt. És akkor mind a ketten olyan sokba kerültünk, olyan sok hatás volt ez, hogy én viszem oda ezt a rettenetet, hogy utána mi soha többé nem kerestük egymás kontaktját. Nem éreztük azt, hogy mi képesek lennénk még valaha is beszélni bármiről. És én soha többet nem léptem át a lakásuk küszöbét. És igazándiból, amikor ezt a könyvet olvastam, akkor döbbentem rá, hogy Úristen, hát én tele vagyok olyan történetekkel, amikről én soha nem beszéltem. Hát a Zolival is azóta nem tudom hányszor találkoztunk, és ez egy olyan tabu téma lett, hogy meg sem említjük, tehát nem merünk a közelébe sem menni ennek a témának. És én nagyon jó kapcsolatba kerültem a temesvári Pepónak a fiával, a Gergellyel, és azóta is. És ő sem soha nem említettük ezt a témát, nem derült ki számomra, hogy tulajdonképpen... Tehát az, hogy én ezt a hírt odavittem, és még tetőzte az is, hogy igazándiból egy ori központi turnét, azt mindig központi busszal szokták megoldani, és most valamilyen technikai oknál fogva nem állt rendelkezésre busz, és én azt mondtam, hát ezt a feladatot meg fogjuk tudni oldani, és a Pepo is fantasztikusan meg fogja oldani, holott tudtam, hogy bejáratos az anyavajás zsiguli, és ezáltal még plusz lelkismeret furdalásom volt, hogy ez a dolog megtörtént, és lehet, hogy én is benne vagyok, és akkor én oda viszem ezt a hírt, és az a fátyol, az a fájdalom fátyol, ami elfedett engem, azt kényszerítette, hogy lehúzzam a redőnyt, és erről soha, ezzel az üggyel soha többet ne foglalkozzam. És mint mondtam, igen, ez a könyv előhozta azt is bennem, hogy nem csak ez az egy ügy van. Rengeteg olyan történés van az életemben, amit nem dolgoztam fel, amit nem beszéltem meg. Például Pepo feleségével vagy. Egyikünk se dolgozta fel, és ez szerintem nincs rendjén. És ezért remélem, hogy megértitek, hogy most egy darabig már észrevehettétek, hogy nem nagyon vagyok aktív. Se az Instán, se a Facebookon. Mondjuk az is hozzájut, hogy valamilyen hülye oknál fogva, nem tudom miért letiltottak, meg nem működött a rendszer, meg mit tudom én, eltűntek követések, lájkolások, megjelent egy hamis kamu Marcelina fanklub oldal, meg szóval egy csomó minden történt, de a döntő ok az, hogy én szeretném magamból kiírni ezeket a történeteket, és utána újból a régi Marcelina mosollyal szemetekbe mosolyogni, és valami újult erővel indítani. Nem kell
teljesen megijednetek, hogy totálisan eltűnök, mert hál' Istennek a Marcelina klubnak vannak nagyon aktív és erőteljes vezetői, illetve tagjai, akik majd ezt a fotójátékot, ami most zajlik, végigviszik, és én bízom benne, hogy minél előbb találkozunk, és folytatjuk, és zenélünk, és örülünk, és újra boldogság lesz minden. Szervusztok!